Sziasztok, Smoky vagyok, és eljött a nagy nap, harc a sárkány ellen. Uff. Brutál lesz, azt már most látom. Na nézzük, még egyszer megmutatom, hogy mi van nálam. Tehát van nálam végülis két stack nyilvessző, létrák, Potion of Swiftness, tehát ez a potion, ami a gyorsaságunkat növeli, Potion of Strength, benne van a nevében, tehát az erőnket növeli. Ennek majd akkor lesz igazából értelme, amikor már konkrétan a sárkányt tudjuk verjük a karddal, tehát akkor fog ez igazából hatni. Hoztam ugye kaját, van steakünk, van lazac, aztán van itt a Healing Potion, tehát ezzel tudjuk magunkat ugye regenerálni. Slow Falling az nagyon fontos, főleg amikor majd már elkezdjük a magasabb tornyokat ostromolni. Ugye úgy szokott lenni, hogy van mindig két torony, ahol az Ender Kristály be van védve egy ilyen vas kerettel, tehát ahhoz mindenképpen fel kell, hogy mászunk, azt nem lehet kilőni íjjal a földről, és hát ilyenkor lesz nagyon fontos ez a Slow Falling Potion, ugye ami meggátolja azt, hogy nagyot essünk nagy magasságból, tehát lelassítja a zuhanásunkat, nem okoz kárt a zuhanás, hoztunk aranyalmát, pár mindenféle blokkokat, hogy itt van a szuper kardunk, az íjunk, a trident, hoztam üres üveget, ugye amikor a sárkánynak van ez az úgynevezett Dragon's Breath, tehát a sárkány lehellet, ez egy ilyen végülis egy anyag, amit be lehet gyűjteni az üres üvegekkel, és később ezt felhasználhatjuk arra, tehát tudunk egy olyan potion főzni, amivel utána megint elő lehet hívni a sárkányt. Van egy pár fákjánk, és a csákányunk. Na bum, ugorjunk. Hoppá. Na, itt bejövünk. Oké. Most a sárkányról tudni kell egy pár dolgot, tehát tudni kell róla, hogy ez keresztül repül minden blokkon. És minden blokkot elpusztít, kivéve ami itt az endben magától generálódik. Tehát például ezeket a blokkokat, ezt hogy is hívják, ez az End Stone, ugye ezt nem pusztítja el, de például azért nem érdemes idehozni ládákat, vagy Ender Chest-et, vagy bármi mást, mert ez így keresztül szokott. Majd fogjuk látni biztos, tehát ahogy így érzékel minket, fogjuk látni, hogy itt néha keresztül szállt ezeken a blokkokon. Ez az egyik sajátossága a sárkánynak, ha esetleg nem tudtátok. Na, itt egy kicsit itt feljövünk. Nézzük, hogy milyen messze vagyunk a tornyoktól. Igen, erről beszéltem. Igen. Keresztül szállt ugye a sárkány. Hoppá, oké. Okay. Is jöttünk a felszínre. Na hát még elég messze vagyunk, itt még kicsit megyünk előre. Ja. Kicsit még jövünk előre. Hát igen. Hát ilyenkor még tehát felesleges igazából harcolna a sárkány, ilyenkor is lehetne így jutni, amikor így lejön. Így a blokkok alá, de igazából nem sok értelme van, mert ugye amíg ezek a tornyok állnak, tehát amíg a tornyokon ezek az end kristályok még fent vannak, ezek folyamatosan gyógyítják a sárkányt. Hát igazából azokat kell először lerombolni. És utána tudunk igazából a sárkány ellen harcolni, addig nincs értelme. Iszunk egy pár potiont, iszunk egy swiftness potiont. Van itt slow falling, az hát még ezek nem kellenek egyenlőre. Iszunk ebből, ezt a sárkányt elrakjuk, itt ez se fog kelleni most egy darabig. Na jó van, akkor beindulunk.
Oké, okay, egyet már kiírtattunk. Az is sikerült, oké. Okay. Vigyázzunk nagyon arra, hogy ne nézzünk az endőlmenekre. Hát ugye nem olyan veszélyesek igazából, tehát elég könnyen ki lehet őket nyírni, de azért jobb a... Ó, ez nagyon jó. Hát ilyenkor, amikor valamelyik endől kristály éppen gyógyítja a sárkányt, és akkor találjuk el, akkor sérülést okoz neki. Ezekről a kristályokról beszéltem, ezek így be vannak védve ilyen ketreccel. Szuper, azt el tudjuk találni. Majdnem. Oké, okay, akkor most felmegyünk itt ebbe az egyik toronyba, ahol a ketrec van fent. Elővesszük a létrát, és szépen megpróbálunk feljönni. Most elő kell, hogy vegyük a csákányunkat. És ezt a cage-et ki kell, hogy itt üssük. Oké. Okay. Hoppá, kicsit leestünk, nem baj, jó van. Nem okozott nagy károkat, nem vett több úgy a slow falling potion-t. Oké. Okay. Eljátszok ugyanezt, mint az előzőnél. Szuper, oké. Okay. Feljövünk, és szétnézünk még itt felülről. Meg van egy. Hoppá. Hú, most majdnem kipulcantunk. Veszünk egy Golden Apple-t. Nagyon kemény a sárkány. Na, azt kibombázzuk. Szuper. Még ott van egy, ha jól látom. Ez a nagyon jó ebben a slow falling potionben, ugye, hogy nem esünk nagyot. Szuper. És talán már mindegyik megvan, ha jól látom. És akkor most jön ugye a közelharc, elővesszük a kardot, beveszünk egy Strength Potion-t, ez az erő.
Elég nagyon trükni. Sárkány. Uha, oké. Brutális. Oké, most elég jól lehúztuk az életedejét. Ilyenkor a levegőben lehet lövöldözni az íjjal, de hogyha leszáll erre a bázisára, ott csak a karddal tudjuk. Ez egy jó módszer, amikor így az endőrmenek betámadnak, akkor bedobunk egy vödörvizet, és akkor az távol tartja őket tőlünk. Másik megoldás még az endőrmenek ellen, csinálhatunk egy ilyen pumpkin fejet, és akkor akár rájuk is nézhetünk, tehát azt felvesszük a sisakunk helyett. Na, itt most jól elkaptuk a rohadékot. Most el is tudjuk intézni. Á, majdnem.
nem jött volna ez az Endel, mert akkor lehet, hogy sikerül is. Úgy, itt a vég szerintem, itt a vég. És ennyi volt, gyerekek! Köszönjük szépen! Wow! Ennyi. Most kaptunk rengeteg XP-t. Ezt mind begyűjtjük. És amit látjátok, itt is megnyílt egy portál, tehát ezen a portálon tudunk visszamenni, tehát most már így végül is meg van oldva az, hogy tudunk közlekedni az End meg a felvilág között. Oké, tehát már felfelé is ment 77-re az XP-nk. Na most ilyenkor csináltunk egy olyat, hogy ugye itt van ez a dragon fej, tehát a sárkány fej. Azt nem lehet túl könnyen felszedni, van egy bizonyos statikája, tehát itt ezt befedjük. Most itt, hogyha ezt ráütünk, ez el fog teleportálni valahova, itt valahova közelben, nem túl messzire. Itt is így is van. Na és akkor most azt csináljuk, hogy előveszük a csákányt. Aláásunk két blokkal. Úgy, és oda berakunk egy fákját. Hol a fákja? Itt a fákja. Kiütjük ezt a blokkot, és akkor a sárkányfej leesik, és akkor fel fogjuk tudni szedni. Bum. Hoppá. Meg is van. Dragon egg. Igen, ez a sárkány. Sárkány tojás, bocsánat, igen. Na gyerekek, hát ennyi volt a sárkány. Most ami még itt a nagy dolog lesz, az, hogy itt fogunk tudni csinálni egy Enderman farmot, ugye itt az Endben, és akkor lesz rengeteg ilyen Enderpearl, most is így is begyűjtöttünk 13-at. Ugye megöltünk egy párat, meg hát közben a sárkány is, ahogy bombáz össze-vissza itt a földre, próbál minket eltalálni, ő is kinyílt egy jó pár Endermant. Úgyhogy köszönjük szépen neki. Magana ugorjunk. Hát ezzel végül is végig van játszva Minecraft hivatalosan, de ugye ez nem jelenti azt, hogy vége a játéknak, ugyanis itt a Zendben is rengeteg mindent lehet csinálni. Majd még ide is visszajövünk nyilván, ez volt az egésznek a lényege. És ha minden igaz, ennyi volt a vége, a stáblista meg az egyéb dolgok, úgyhogy és ha minden igaz, visszatérünk a felvilágba, az End szobába, és így is történt, szuper, szuper. Hú, na oké, azért ez nem volt egyszerű, de mint látjátok, azért elég sok minden maradt, és van 26 üveg Dragon's Breath, az tök jó. Itt megmaradtak itt a cuccaim szerencsére, úgyhogy ezekből szinte semmit nem használtunk. A Dragon's Breath-et szerintem berakjuk ide az Ender Chest-be. És azt terveztem, hogy visszamegyünk egy kicsit, és megölünk egy pár Enderman-t, hogy legyen Ender Pearl-ünk. Ugye az Ender Pearl, azt mindjárt megmutatom nektek, hogy mit tud, ha esetleg nem tudjátok. Tehát az Ender Pearl-lel lehet olyat csinálni, ez gyakorlatilag ilyen nagyon gyors, meg nagyon nagy távolságokat lehet átszelni gyorsan vele, tehát itt annyit csinálunk, hogy eldobjuk, és akkor ez oda teleportál minket, ahova dobjuk. Annyit kell tudni róla, hogy mindig, amikor megérkezünk az adott helyre, akkor valamennyit veszítünk az életünkből, tehát ha figyelitek itt ugye ezt az életerőnket, akkor valamennyivel csökkenni fog. Ennyi. Most visszamegyünk ide az Endbe,
Ja, visszajöttünk ide, ahol... ahonnan indultunk. Nem tudom, miért adja be ezt az OpenGL error, de mindegy is. Oké, és akkor itt azt csináljuk, hogy feljöjjünk egy kicsivel fentebb ide. Ugye itt azt fogjuk tudni kihasználni, hogy az Enderman-ek ugye azok ilyen három blokk magasak, és hát nem tudnak hozzánk félni, tehát itt annyit kell csinálni, hogy szépen így rájuk nézünk, ezzel behergelődnek és elkezdenek ide jönni. Minden felül, itt egy jó pályát ide csalunk. Elég hangosak. Szuper. És amikor így szépen begyűlnek, akkor lemészároljuk őket kedvesen. Egy kis helyzetjelentést következik, úgyhogy itt sikerült elérni azt, hogy kipócantam itt a Ender Pör falmalás közben, de mindegy, ez van, belefér, viszont már visszajött 18 XP, úgyhogy végül is nem olyan nagy probléma, meg sikerült mindent visszaszedni, az összes páncélt, meg mindent, és hát van egy rengeteg Ender Pearlünk, úgyhogy ezzel most egy ideig jók vagyunk. Nyilván ide bármikor visszajöhetünk, de még az is lehet, hogy ezt a ládát megtöltjük még Ender Pearl-lel. Úgyhogy egy kis Enderman gyilkolászás után van végül is majdnem egy teljes dupla láda Ender Pearlünk, ebből szerintem most magunkkal viszünk, amennyit bírunk. Úgyhogy ebben a részben nagy nehezen, de sikerült végül is legyőznünk az Ender Dragon, szerencsére nem kellett visszamenni egyszer se, úgyhogy így első nekifutásra megoldottuk ezt a feladatot. Ezzel meg is köszönöm a figyelmeteket mára, ha eddig nem voltatok még feliratkozó, légy szíves, tegyétek meg, dobjatok egy lájkot, ha tetszett ez a videó. Hamarosan találkozunk, a következő részben visszamegyünk az Endben, felkutatjuk az End City-ket, és elkezdünk farmolni Shulkerök után, tehát majd fogunk tudni csinálni Shulker Boxot, ami megint csak egy külön érdekes dolog. Még egyszer köszi a figyelmet, Smokey voltam. Ciao!